Itt van ez, hogy 70 ezer forint volt az előző havi, amit készhez kaptam. Ők akkor is 35 ezer forintot vontak le. Bognár Anna évekkel ezelőtt vett fel banki hitelt, időközben munkanélküli lett, ezért a bank eladta a tartozását egy végrehajtónak, aki a munkabéréből kezdte levonni az adósságot. Annának nemrégen a munkáltatója azt mondta, kifizette a tartozást, így a jövőben már nem vonnak le a béréből. Ezután bement a végrehajtóhoz is, aki viszont, bár ő maga az adós, mégsem adott tájékoztatást a nőnek arról, van-e még tartozása. Kérdeztem, hogy miért nem értesítenek arról, ha van még tartozásom, ha nem is engem, a munkahelyemet, ahonnan eddig is vonták. Azt mondták, hogy tulajdonképpen őnekik nem egy ügyfelük van. Meg kell várnom, mert eltelhet akár 7-8 hónap is, amíg észreveszik, hogy nem érkezett meg a teljes összeg. Bognár Anna most attól fél, hogyha még van tartozása is erről, nem ad neki tájékoztatást a végrehajtó időben, akkor az adóssága a kamatok miatt újra megnőhet. Megkerestük az ügyben érintett végrehajtó irodát is. Ők levelükben azt írták, minden esetben igyekeznek az adóst tájékoztatni a lehető legrövidebb időn belül. Szintén megkerestük a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökét. Ő azt mondja, levélben és telefonon is lehet tájékoztatást kérni, ha pedig a végrehajtó ezt megtagadja, a bírósághoz kell fordulni. Emellett érdemes megkeresni a végrehajtó kamarát is, ugyanis ilyen esetben ők is vizsgálatot indítanak. Ha ez valóban így történne, akkor azért ennek van egy etikai vonzata is, akkor a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz kell fordulni panasz formájában, és ebben az esetben ezt a kar is ki fogja vizsgálni, úgyhogy a magam részéről, ha kérhetem és javasolhatom, ebben az esetben én mindenképpen ragaszkodnék is ahhoz, hogy küldje meg nekünk az adós ezt a helyzetet. Bognár Anna egyelőre továbbra sem tudja, hogy tartozik-e még egy évekkel ezelőtti, elvileg már kifizetett hitele után. De mint mondja, az biztos, hogy riportunk elkészültének köszönhetően a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarához fordul, ahol az eset miatt várhatóan vizsgálatot indítanak.